A három fő munkarész, a helyszínrajz, hosszelvény és keresztelvények tervezésének utolsó lépése a keresztirányú vízelvezetés megtervezése. A keresztirányú vízelvezetés megtervezése azt jelenti, hogy a képernyőn most látható 1000-es helyszínrajzon sárga vonallal jelölt árokfenék vonal szerint ugye, a oldalirányú árokban folyó víz, vizet bizonyos távolságonként, 200-300 méterenként a hegyfelüli oldalról, az ott lévő szegélyárokból át kell vezetni a pálya alatt a völgyfelüli oldalra. Ehhez a következő rajzoknak kell betöltve lenni. A helyszínrajz azért szükséges itt első lépésben, hogy kiválasszuk, segítsük azt, hogy a megtervezendő csőáteresztő helyét jó helyre tegyük, jól válasszuk meg. A keresztszelvények munkarész az a munkarész, amelyben a cső hosszmetszetét ábrázoljuk, tehát itt tervezzük meg a csőáteresztő magassági elhelyezkedését, adjuk meg a méreteit, tüntetjük fel a nyílását, anyagát, illetve megadjuk a csőáteresztő befolyási és kifolyási szintjét. A csőáteresztő minta rajz szerint látható itt a most megjelent ábrán, hogy ilyen jellegű aknás csőáteresztőt fogunk betervezni, mindenki egy darabot a saját megtervezett útszakaszára. Az itt látható minta szerint, illetve még a hosszelvény az, ahol szintén a csőáteresztőnek a jelét elhelyezzük a megfelelő magasságba, a megfelelő szelvénybe. Visszatérve a helyszínrajzhoz, a csőáteresztő helyének megválasztásánál a két tervezett ív közötti egyenes szakaszra jutó szelvények közül valamelyiket kell kinézni, hogy melyiket, tehát itt most 2 plusz 12, 21, 2 plusz 32, 21, 2 plusz 52, 21, három szelvény jöhet szóba. Ezek közül nézzük meg, hogy melyik a kedvezőbb. Azt célszerű választani a szóba jöhető egyenesben lévő keresztszelvények közül, ahol a töltés mérőjegye az viszonylag nagyobb, tehát a 252-21 és a 232-21 közül kell választani, akkor a 2 plusz 32-21-ben a töltés mértéke 0 plusz 40, tehát a kettő közül ebbe célszerűbb elhelyezni. Ahogy említettem, a csőáteresztő minta rajz alapján fogjuk majd a csőáteresztő hosszmetszetét elkészíteni, betervezni a saját keresztszelvényünkbe. Látható, hogy mind a két irányban van minta, bal oldali árok tervezése esetén a felső, jobb oldali árok tervezése esetén az alsó ábra használandó. A csőáteresztőnek a fontosabb vonalai blokk formájában megtalálhatók a rajzban, hogyha a beparancsot kiadjuk, akkor a CKS a baloldali árok esetén mutatja be, hogy néznek ki a fővonalai a csőáteresztő hosszmetszetének. Hogyha a CKS alulvonás TÜ, tehát ennek a tükörképét hívjuk be, akkor a jobb oldali
árok esetén mutatja be a csőátteresztő fontosabb szerkesztési vonalait. Első lépés, tehát a keresztszelvényekbe való betervezéshez az, hogy ebben a mintarajzban jelöljük ki, és emeljük át, másoljuk át ezt a blokkot, most jelen esetben a baloldali árok esetén megjelenő blokkot másoljuk át, Ctrl-Shift lenyomása mellett C, végül is bárhol adhatunk bázispontot, választunk objektumokat, nyilván ez egy blokk, tehát könnyen kijelölhető, menjünk át a keresztszelvényekbe, és a kinézett keresztszelvénybe fogjuk majd elhelyezni, de előtte csak a blokkot hozzuk át, Ctrl-V, ezzel, hogy így megjelenítettük a blokkot ebben a rajzban is, ennek a rajznak is részévé vált ez a blokk, tehát nyugodtan kitörölhetjük. Ha behívjuk most a beparancssal, és egy picit közelebbről megnézzük, hogy mi a beillesztési pontja ennek a blokknak, láthatjuk, hogy az árok fenék felező pontja az, ami szerint majd be kell illeszteni. Ha, ahogy most megjelenik a képen, ha most így illesztenénk be, akkor látható, hogy a kifolyási nyílásnál a kifolyási nyílást követő, kivezető ároknak az oldalburkolata az tulajdonképpen kiemelkedik a terepből. Tehát így nem helyesen megoldott a csőből való vízkivezetése. Hogyan kellene elhelyezkednie? Hát úgy, hogy a humusz szint, tehát ahogy körülbelül most látható, hogy az oldalburkolat az a humusz szintet legfeljebb érintse. Mielőtt letennénk, ugye meg kellene szerkeszteni a keresztszelvény, az adott keresztszelvényben a árok felező pontjában egy függőlegest, amely vonalon, ugye a szomszédos fogóval tudunk mozogni, ahogy most látható, hogy ne változzon a csőátteresztő aknájának a helyzete. Látható, hogy szimmetrikus az árokfenék vonal függőlegesére. Jó, tehát akkor először rajzoljuk meg az árokfenék felező pontjából kiindulóan azt a függőleges vonalat, és legyen ez a 0,25-ös fólián, erre a fóliára fogjuk majd a csőátteresztőt beilleszteni. Majd ismét a beparancs. Jó, és a szomszédos fogó be is van kapcsolva, lehet látni, és próbáljuk meg majd úgy elhelyezni, hogy az előbbi szempontokat figyelembe vegyük. Fontos ezen kívül még az is, hogy ilyen aknás csőátteresztőknél a csőátteresztő magassági helyzetét az is befolyásolja, hogy a sárga szaggatottal jelölt földműszintől legalább a cső teteje, legalább csőnyílásnak megfelelő távolságra legyen. A cső átmérője az 60 cm, tehát láthatók az arányok, hogy ha ide tesszük a csőátteresztőt, akkor ez teljesíthető, tehát erre oda kell figyelni. Mire kell még odafigyelni a csőátteresztő beillesztésekor? Arra kell még odafigyelni, hogy az akna mélysége ne haladja meg a 2,50 cm, vagyis itt a keresztszelvényekben a 25 autókedrajzi egységet. Tehát annál mélyebbre ne helyezzük. Akinek a keresztszelvény terepvonalai
nagyon meredekek, tehát 30-40%-osak, ott előfordul, hogy a mintában alkalmazott 2%-os esés nem elég. Akkor, hogyha beillesztés megtörtént ebben az esetben is, akkor a blokknak a szétszedését, szétrobbantását követően a csőátteresztőnek a hosszmetszetét, tehát a folyási szintet, tehát a belső vonalait, illetve a csőátteresztő falvastagságával a külső vonalát átrajzolva megfelelő eséssel el lehet érni azt, hogy a szempontok, ezek a szempontok teljesüljenek, tehát mind az, hogy a kivezető áruknál az oldalburkolat az úgymond nőtt földre essen, illetve az akna se legyen nagyobb, mint 2,5 méter. Arra kell még figyelni, hogy a csőátteresztő lejtése a 8%-ot ne haladja meg. Jó, tehát most itt a minta esetében körülbelül ide érdemes elhelyezni. Figyelembe kell venni még azt is, hogyha szétszedjük, szétrobbantjuk a blokkot, akkor az átrajzolás következtében a kivezető nyílás oldalán az alaptest, illetve az oldalburkolat az kijebb tolódik, tehát biztonsággal legyen meg az előbbi feltétel, tehát az oldalburkolat, most ahol itt a szálkereszt van, ez a homlokszint alatt foglaljon helyet. Ha elhelyeztük így a blokkot, akkor a szétvett parancsal, rövidítése SV, vessük szét a blokkot, és kezdjük először az akna oldalán. Az elér parancsal éressük el az árok és a bevágási résűt az akna oldalfalaival. Jó, illetve az árok burkolás, ami szaggatottan látható, ugye azért, mert pont az akna közepén van elmetszve, tehát ez közvetlenül nincs metszve, de tehát nem látható vonal, ezért szaggatott, de ez előtte, utána, akna előtt és után az árkot így burkolni, burkolattal kell ellátni, ugyanolyan burkolattal, mint amilyen oldalburkolatról az erózió elleni védelem érdekében az árkot burkolni szoktuk. Indítsunk egy vonalat, most az ortó ugye be van kapcsolva, függőlegesen, és ez ennek mentén, tehát ahol ez a függőleges elmetszi az árokrézsűt, oda lehet el mozgatni az árokburkolatnak a kontúrját. Illetve ki kell törölni most már, vagy ki lehet törölni most már az árokfenék felező pontjába berajzolt függőlegest. Látható itt, hogy van egy tárcsa itt az akna felüli oldalon, ez a befolyásnak a szintjét, ahol most a szálkereszt van, befolyás szintjét hivatott mutatni, ide majd a befolyási szint centiméterpontos értéke kerül, magassági lépték segítségével olvassuk le, ugyanez a kivezető oldalon is, tehát a kifolyási oldalon is, itt pedig, ugye ahol most a szárkereszt van, ennek a szintjét mutatja a másik tárcsa. Nézzük ezek után a szerkesztésnek a pontosítását. Tehát igazándiból pontosításra jelen esetben csak is kizárólag a kifolyási oldalon van szükség. Mi szabja meg, vagy mi határozza meg, hogy milyen hosszú lesz a csőátteresztő, a csőátteresztő mélysége, hogy milyen szintre kerül, és ezt úgy kapjuk meg, ezt a hosszúságot, hogy az elér parancsal eléretjük a blokknak azt a vonalát, amelyik a vizelvezető oldaláraknak az alját jelöli. Tulajdonképpen ez lesz, ahol most a szárkereszt van, ez a pont lesz az a pont, ahova el kell mozgatni azokat a rajzi elemeket, amelyek a kifolyási nyíláshoz tartozó oldalburkolat, alaptest,
oldalburkolatnak a metszete, illetve a nézeti rajza. Tehát adjuk ki a mozgat parancsot, és jelöljük ki azokat az elemeket, amelyeket mozgatni szeretnénk. És még az árok rézsűnek a jelét is. Egyszer ugye ezzel megvan a burkolatnak a kijelölése. Nézzük az alaptest kijelölését. Ugye egyszer van az alaptestnek a vége, a másik vége. Nincs több kijelölendő elem. És az eredeti kifolyási szintet helyezzük át akkor az új kifolyási szintre. Ehhez alkalmazkodnia kell a kifolyási szintet jelölő tárcsának is, ezért rajzoljunk, ortó be van kapcsolva, ortóval egy vízszintest. Kicsit helyezzük kijebb, hogy a szerkesztést ne zavarja, és a mozgat parancsal megfogva a tárcsának vízszintesének végét, vigyük el a berajzolt vízszintes vonal végéig, így biztosítva van, hogy a tárcsa vízszintese a kifolyási szintet mutatja. Jó, szerkesszük ki a kifolyási oldalt, az elér parancsal éressük el a töltési rézsüt a csőátteresztő felső két vonalával, illetve ugyancsak az elér parancsal lehet eléretni a alaptest alsó vonalával és a cső vonalaival. Látható, hogy a korábbi oldalárok fenékvonala az áthelyezendő az új végpontba, illetve a oldalárok, vizelvezető oldalárok hosszának megállapításához a fenékvonal meghosszabbítandó, vagy ezzel elérendő a terepvonal, hogy meghatározhassuk, hogy mennyi lesz az oldalároknak a hossza. Ehhez viszont látható, hogy meg kell még hosszabbítani a terep és a humuszszint vonalakat. Tehát rajzoljunk egy függőleges vonalat, és ezt éressük el a terepvonallal, humuszszint vonallal, illetve a terepvonalat próbáljuk meg eléretni a terepvonallal. Ez most így sikerült is. Tehát a most kijelölt vizelvezető oldalárok alját jelölő zöld vonalnak a hossza lesz majd a vizelvezető oldalároknak a hossza. Jó, a következő lépés az, hogy pontosítjuk, tehát meghatározzuk a befolyási és a kifolyási szintet távolság parancs a kifolyási szint, tehát még egyszer, vagy csak befolyási szint, még egyszer a csőbe befolyó vízzetnek a helyét mutató pont, ahol most a szárkereszt van, ennek a távolság magasság különbsége a 203-as szinttől 64 centi, tehát 203-64. Ugyanez a kifolyási oldalon, a kifolyási szintnél. Tehát ez lesz a kifolyási szint, ahol most a szárkereszt van,
ennek a távolsága kell, ugyancsak a 203-as szintől, 203-41, ugye itt a delta y-t még kell nézni, 203-41, ezt követően a méretezést kell elkészíteni, tehát minek után megszerkesztettük a csőhossz metszetét, meg kell adni a befolyási nyílás távolságát a tengelytől, illetve a kifolyási szint távolságát a tengelytől, illetve a teljes csőhozt. A méret fóliára menve, akkor méretezés, hosszirányú, tehát most nézzük először a befolyási szint távolságát a tengelytől. Vízszintes vetületi távolságról van szó. Hogyha most a méretezésnél a láncméretre megyünk, akkor a méretezés folytatható. Egyrészt ugye a kifolyási szintig, majd meg kell adni még a vízelvezető oldalárok burkolatának hosszát is. Ez is beméretezendő. És akkor még egy méretvonal, mégpedig a teljes csőhossz következik. Jó, ha megnézzük a két hosszérték, tehát a tengelytől balra a befolyási nyílás távolság, a befolyási szint távolság a tengelytől 4,53, a kifolyási a tengelytől 7 méter, a 2,11,53-at ad. Erre majd oda kell figyelni, hogy ez stimmeljen. Jó, mit kell még megadni? Meg kell még adni a cső nyílását, az anyagát és a úttervben ennek a típusú csőátteresztőnek a műtárgytárv számát. Tehát az úttervnek része a műtárgytervek részletes terve, ebben az egyes műtárgyak számozással vannak ellátva, ezzel lehet könnyen megtalálni a műtárgytervekben, hogy az adott keresztszervényben lévő csőátteresztőnek a műtárgyterve az hol található. Ha átmegyünk most a csőátteresztő mintarajzra, akkor ez a szöveg, ez meg is található itt a mintarajzon, tehát megint csak a Ctrl-Shift lenyomása mellett a C alapmásol parancsal, tulajdonképpen most a bázispontnak túl nagy jelentősége nincs, majd illetve pontosabban lehet a pályaszint, akkor a tengelytől való elhelyezkedése a két szövegrésznek az így könnyen beállítható. Nézzük akkor a keresztszervénybe. Ha behelyezzük itt is a pályaszintre, akkor a szöveg is nagyjából jó helyre esik, tehát 0,60 méter az eny betű, az a nyílásnak a rövidítése, pont betoncső átteresztő az anyaga, és fontos még a tengellyel bezárt szöge, ugye esetünkben ez 90 fok lesz. Minden jellemző adat megvan, a teljes csőátteresztő hosszmetszetéből még tulajdonképpen, ha most visszanézünk a csőátteresztő mintára, akkor a slaffozások hiányoznak. Megnézhetjük, hogy mi itt a slaffozásnak a metódusa. Látható, hogy az alaptestnek a slaffozási iránya, ugye ez a ferde slaffozás, az jobbra dőlő, míg az oldalburkolat
illetve a kivezető vizelető ároknak a burkolat, metszett része a burkolatnak az ugye balra dőlő, és ugyanígy balra dőlő az aknának az a része, ami metszetben látszik. Visszamenve a keresztszelvényekbe, akkor kezdjük a slaffozást az alaptestekkel. A slaffozásnak a fóliája maradhat a 0-25, hiszen ugyanúgy fehér színű, tehát vékony vonal lesz a slaffozás is. A parancsa a slaffozásnak a slaffoz. A slaffoz parancsra bejövő ablakban kell kiválasztani a megfelelő stílust, slaffozási stílust. Ez az ANSI 31, ami most jelenleg úgy van beállítva, hogy ennek a slaffozásnak a szöge nulla, ebben az esetben ugye jobbra dőlő a slaffozás, a sűrűsége, a léptéke az legyen 8, és itt a határvonalaknál ugye az első megoldási lehetőség az, hogyha beleklikkelünk a slaffozandó zárt objektumnak a közepébe, vagy egyáltalán az objektumba, akkor megtalálja az összes határoló vonalat, és a slaffozást elkészíti. Próbáljuk ki. Ahogy a szálkeresztet oda visszük, még ugye nem tettük le, oda visszük, már mutatja is az AutoCAD, hogy hogy fog kinézni. Tehát még mindig vissza lehet vonni, hogyha más irányú slaffozás, vagy más slaffozási mintát szeretnénk választani. Ha nem, akkor letehetjük. Menjünk a másik alaptestre. Egyszer ez a rész. Itt volt egy határoló vonal, tehát azt még külön is be kell slaffozni. És ezzel ezt az irányú slaffozást befejeztük, tehát ez elkészült. Most jön a másik irányú slaffozás, ahol a szög az 90 fok lesz az előbbihez képest. Megint úgy, ahogy az előbb azt tettük, kattintsunk bele a zárt idomokba. Ugye itt is van egy határoló vonal. Sőt, itt több is, de így végeredményben kialakult az akna határoló falainak a metszete, illetve az alaptesteknek a metszete. Még egy fontos dolog, az alaptestek között, hogyha kötött vagy átmeneti talajunk van, akkor homokos kavics ágyazatra fektetjük a csőátteresztő elemeket, ezek a 0-60 méter nyílású talpas betoncső átteresztők, ezek 1 méteres elemekből készülnek, és a beépítéskor, ha az alapárok elkészül, az alapárok az ugye a bevágási rézsű, az aknának a külső fala, az alaptestek közötti homokos kavics ágyazatnak az alja, az oldal, burkolatnak, vagy vizelető oldalárok burkolatának az alja, és a vizelető oldalárok adja az alapárkot. A szélessége ennek, ugye ez most hosszmetszetben látható, az 1 méter. Kotróval készítik a zömét a munkának, viszont az akna felüli oldalon kézi munkával finomítják ki, hogy az aknánál kívül, az akna építésekor kívülről ne kelljen zsalut tenni, ezt így alakítják ki, hogy csak belülre az akna belső falának függőleges helyzete, vagy helyes helyzete miatt van szükség a akna zsaluzására, és kijönték ugye betonnal a helyszínen. Fontos még az, az elhelyezésnél, ugye, hogy itt a befolyási nyílásnál a csőátteresztő hosszmet, tehát maga a csőnek a hosszmetszete látható, így eltakarja azt a
vonalat, ami egyébként ugye megvan, ez az aknának a belső faléle. És ugye mivel nem látható innen, ez a vonal darab, ez szaggatott lesz. Jó, tehát a homokos kavicsnak a jelölése, straffozás jelölése hiányzik még. Tehát straffoz, parancs, és válasszuk ki a minták közül az arconc, így van leírva, ugye a concrete-nek a rövidítéséből. A léptéke az, hát a szög az nekik nincs jelentősége, ez egy olyan slaffozási minta, a léptéke az legyen 0,3. És ugyancsak nézzük meg, hogy ez hogy néz ki, ez a 0,3-as léptékű slaffozási stílus. Ha elfogadható, akkor jelöljük ki a slaffozandó területeket, és ezzel tulajdonképpen a cső átteresztőt itt a keresztszervényben berajzoltuk. Hogyha így megvan a keresztszervényekben a cső átteresztő hosszmetszete, akkor ezt a berajzolt cső átteresztőt, vagyis ennek a jelét a helyszínrajzon is meg kell jeleníteni, illetve a hosszszervényben is. Kezdjük a helyszínrajzon való megjelenítéssel. Menjünk rá arra a szervényre, amelyikben beterveztük a keresztszervények munkarészbe a cső átteresztőt, illetve megint a cső átteresztő mintarajzba nézzük meg, hogy is néz ki, hogy kell elhelyezni a cső átteresztő jelét. A most kijelölt árokfeneket mutató sárga vonal, ugye ez már a helyszínrajzon megvan, erről már ejtettünk szót a hosszirányú vizelvezetésnél. Ha most ugye ráklikkelünk a cső átteresztő jelére, akkor látható, hogy blokkosítva van szintén maga a jel és a szöveg is. Hívjuk be a beparancssal ezt a blokkot. Tegyük le. Majd ugyanúgy a Ctrl és a Shift együttes lenyomásával C alapmásol. Egyelőre nincs jelentősége annak, hogy mi a bázispont. Menjünk át a helyszínrajzra, és Ctrl-V-vel itt hívjuk be, tegyük le. Így már a rajz sajátja ez a blokk, tehát ezt kitörölhetjük. Nézzük meg a beparancssal, hogy ez itt is a 0,25-ös fóliára dolgozzunk, ide hívjuk be. És nézzük meg, hogy tulajdonképpen mi a beillesztési pont. A beillesztési pont adott szervényben az a tengelypont, a szervénynek a tengelypontja lesz végeredményben. Jó, tehát megkeressük pontosan ennek a helyét. Tesszük, és mivel a beillesztésnél ugye megadtuk azt, hogy forgatás a rajzon, ezért most keresünk egy olyan elemet, amire ráklikkelve biztosítjuk azt, hogy a beillesztett blokk az a tengelyre merőleges legyen. Jó, tehát az egyenesben lévő következő szelvénypont ez a támpont. Ha ez így megvan, akkor a blokk a szétvethető, hiszen még igazítani kell rajt. Igazítani kell, a csőnek a jele látható, hogy ez az elem, ami itt látható, tehát két párhuzamosból áll, és arra merőleges két vonaldarabból, mind a két befolyás és kifolyási oldalon, viszont a jelnek a hossza az attól függ, hogy a keresztszervényben a tengelytől milyen távolságra van a befolyási szint, illetve a kifolyási szint. Nézzük ezt meg a berajzolt, betervezett cső átteresztőnél. A távolság a befolyási nyílásig 4,53 a tengelytől, kifele pedig 7.
párhuzamos 4.53. A tengelyel húzunk itt párhuzamost, és a külső oldalon pedig 7 méter, tehát a kifolyási oldalon pedig 7 méter. Helyezzük át a csőátteresztő jelének azon elemeit, amelyik a hosszát határozza meg a mozgat parancssal. És mindjárt metszük is le a felesleges részeket. Jó, így eltávolítható a tengelyel párhuzamos szerkesztővonal. Majd az elér parancssal éressük el a kifolyási oldalon a csőnek a hosszát jelölő segédvonalat, és mozgassuk át a cső jelének két rövid vízszintesét erre a vonalra. Így tulajdonképpen a csőátteresztő jele a keresztszelvűn betervezett csőátteresztő hosszmetszetének megfelelő. Mi az, amit még meg kell határoznunk? Ugye vizevezető oldalaknak a hosszát, amit még le kell mérnünk először a keresztszelvénybe, illetve a csőátteresztő mintarajzban látható egy ilyen minta szöveg ezen az oldalon. Ezt megint Ctrl-Shift-C lenyomásával jelöljük ki. És helyezzük el. Mérjük le az oldalárok hosszát, ugye ami tart a kifolyási szinttől, ahol most a szárkereszt van, ahol a terepvonalat elmetszük. Ennek a hossza, ez most jelenleg 100,3 autókedrajzi egység, tehát 10,03. Itt kerek deciméterekben fejezzük ki, vagy írjuk fel a hosszat, tehát 10 méternek írhatjuk. Tehát a 7 méter helyett ez 10 méter lett jelen esetben. Igen, hogyha deciméter, akkor az írjuk ki a 10 után a nullát. Méter hosszon. A szöveget mozgassuk a helyére. A szöveg alatti vízszintes vonalat hosszabbítsuk meg a szöveg elejéig. Így ezzel végeztünk. Még egy dolog, a kivezető oldaláróknál, ugye nem csak a burkolathoz kapcsolódik a rézsűjel, hanem a burkolat nélküli oldalárok is rézsűs kialakítású, így a beparancssal a bejövő blokkok közül a rézsű jelet még hozzuk be, helyezzük el a kivezető oldalon, és tulajdonképpen ezzel a keresztszelvényekben most már minden pontosítást elvégeztünk. Megvan az oldalárok hossza, az 10 méter, tehát a helyszínre az a visszamenve itt a 7 méter helyett 10 méter irandó. És a szöveget, ezt a szövegrészt is mozgassuk a helyére. Jó, tehát minden fontos információ látható, hogy a szöveg az megegyezik a keresztelvényben lévő szöveggel, tehát 0,60 méter nyílású betoncső átteresztő, alfa egyelő 90 fok, vizelvezető árok hossza pedig 10 méter. Tulajdonképpen itt a helyszínrajzon ezzel, hogy beillesztettük a csőátteresztő jelét is, tulajdonképpen végeztünk
a helyszínrajzi teljes tervezéssel, ezt kell majd beadni. Ugye ne felejtsük el majd ezt elmenteni. A keresztszervényekben is tulajdonképpen végeztünk, még egy feladatunk van, hogy a hosszszervénybe is ábrázoljuk. A hosszszervénybe való ábrázoláshoz itt a keresztszervényekbe megtervezett csőátteresztőnek egy jellemző pontja, ami szerint beillesztjük a hosszszervénybe, a cső folyási szintje a tengelyben. Tehát most belenagyítunk a csőátteresztő hosszmetszetébe, akkor ahol most a szárkereszt van, ugye a tengelyben a folyási szint, ez lesz a hosszszervényben a csőátteresztő jelébe helyezésének az alapja. Nézzük meg, hogy ez magasságilag hol helyezkedik el. Ez a 203-as szinttől 5,5 autókedrajzi egységre, tehát 55 centi, 203,55. 203,55, tehát ha most átmegyünk a hosszszervényre, akkor a 203 a szinttől húzunk párhuzamost 5,5-tel. A betervezett szervény, az a 2 plusz 32,21, tehát ezt a függőleges ordinátát, ebben a szervényben függőleges ordinátát érhetjük el, tehát ide kell majd a csőátteresztő helyét beilleszteni, illetve a jelmagyarázatban megkeresni a csőátteresztő jelét. Nézzük meg, hogy ez hogy néz ki. Látható, hogy nincs blokkosítva, hanem az egyes rajzi elemek külön állnak. Nézzük meg, hogy mi az a szint, ami itt a jelmagyarázatban szereplő jelnél, mi az a szint, amit mi meghatároztunk most. Ugye, ahol most a szárkereszt van, ez az a szint, tehát a tengelyben a folyási szint. De jelenleg a berajzolt függőleges az nem tart eddig. Belenagyítva az elért parancssal el tudjuk éretni a belső falát a csőnek. Most jelöltem ki a belső falát, és ha most rákattintunk a függőleges ordinátára, akkor ugye ez most egészen a berajzolt csőátteresztő jel belső faláig tart. Miért így néz ki a csőátteresztő? Ugye a tízszeres torzítás miatt a két függőleges párhuzamos vonalnak a távolsága egymástól, ugye a 60 centinek megfelelő 0,6 autókedrajzi egység. Természetesen ez túl kicsi lenne, tehát ennél valamennyivel nagyobb, hogy a jel jól látszódjon, viszont a fal vastagsága az pedig ugye 6 az nyílás, a belső nyílásnak a tized része, tehát a 6 centiméternek megfelelő távolságra helyezkedik el a belső és a külső egymástól. Tehát most már kiadhatjuk a másol parancsot, és jelöljük ki ezt a csőátteresztő jelet. Itt az árokfenéktörés pont látszik ennek a jele, ugye arra most nincs szükségünk, ebbe a szelvényben most jelenleg nincs árokfenéktörés, tehát ez nem kell, hogy zavarjon bennünket, kijelöltük az összes elemet, és most megfogjuk azt a pontot, ugye tengelyben a folyási szintet, amivel át tudjuk másolni a már kijelölt magasságú helyre. Jó, így a csőátteresztő jele az megvan, kell még itt a hosszszervényben ábrázolni kell még a befolyási és kifolyási szintet. Ennek a szövege, ez szöveg magassága és a stílusa megegyezik az árokfenéktöréspont magasságát mutató számokkal, tehát itt felülírhatjuk, rövidítjük a befolyási szintet bef.2-pont, illetve ha ezt lemásoljuk,
akkor átírhatjuk kif pont kettős pontra. Nézzük meg, hogy mi lesz a befolyási és a kifolyási szint. A keresztszelvényekből a befolyási 203,64. Tehát kiegészítjük a szöveget. A kifolyási oldalon pedig kifolyási szint 203,41. Így a befolyási kifolyási szint is megvan, egymás alá lehet rendezni a számokat. Mi kell még? Ugye a szövegkel, illetve a műtárgytervszám kell. Másoljuk át a szöveget először. Ctrl-Shift-C. Ennek most ugye konkrét helye nincsen, tehát most a bázis pont az bárhol elhelyezkedhet. Kiválaszthatjuk mindjárt a műtertel számot is. Hozzuk be először ide oldalra, a csőáteresztő mellé, és majd ezt be kell forgatni. Mozgassuk először a műtertel számot a helyére, ide a csőáteresztő jele mellé, illetve forgassuk a szöveget el 90 fokkal. Majd jelöljük ki. A mozgat parancsra. Jelöljük meg úgy a bázispontot, hogy a szöveg két szövegrész közötti távolság felébe legyen ez a bázispont. És helyezzük el ide a csőáteresztő szelvényébe. Jó, tehát így akkor a szöveg megegyezik a keresztszelvényekben lévő szöveggel. Műtárgytel szám itt van, befolyás, kifolyási szint távolsága, vagy magassági értéke az itt olvasható. A szöveg, hogyha ez nagyon közel lenne a formátum aljához, akkor ezt lehet ide felülre is illeszteni, tehát ide is el lehetett volna helyezni, figyelve arra, hogy ebbe a szervényezési irányba, ebbe a függőlegesbe legyen elhelyezve, ahol a szelvénynek az ordinátája van. Így tulajdonképpen a keresztirányú vizelvezetésnek a berajzolását a helyszínrajzra, a keresztszelvényekben és a hosszelvényben is berajzoltuk, itt a helyszínrajzról még ugye hiányzik a csőáteresztőnek a műtárgytel száma, tehát Ctrl-C-vel alapmásol, bázispont, helyezzük még azt is ide el. És ezzel tulajdonképpen teljessé tettük a helyszínrajzunkat, a keresztszelvényünket és a hosszelvényünket. Jó, ezek után már a feladatból egyrészt a föltömegszámítás, másrészt pedig a 3D megjelenítés van még hátra. Köszönöm a figyelmet!